Tudtátok, hogy a sófárban mindenki önkéntes? Önkénteskedni azt jelenti, hogy szabad akaratomból teszek valamit másokért. Például hozok neki egy teát. Jöhet tűzár, jöhet orkán, az utam nem vészel. Az is önkéntesség, ha megszervezel egy sófártábort. A sófár önkéntes napon áprilisban te is belekóstolhatsz. Milyen is ez a szervezés? Nekem adtál, gyönyörű s néha fáj, de előtt... A laborokban ti is kipróbálhatjátok. Vajon melyik szolgálati terület illik hozzátok? Kísérletezhettek, hogy kiderüljön, mi az, amiben ti is tudtok adni a sofárnak. Ha az önkéntes napodán úgy gondolod, hogy szívesen csatlakoznál, várjuk a csapatunkat. Szükségünk van rá, mert az önkénteskedés Isten dicsőíti.